az úgynevezett asztanai tárgyalási folyamatot nagy nemzetközi figyelem és felfokozott várakozás övezi. Vajon mit tehet Irán, Oroszország és Törökország annak érdekében, hogy Szíriát fájdalommentesen újra tudják építeni, és mit tehetnek ezek az országok, illetve ennek képviselői azért, hogy az Idlib tartományban élő civilek minél nagyobb számban megmenekülhessenek? A tartományban létrehozandó demilitarizált övezet sikere vagy sikertelensége nagyon fontos abból a szempontból, hogy milyen lesz a szíriai polgárháborúnak a kimenetele, befejezése. Következő adásunkban tehát nem csak a szíriai polgárháborúról és az asztanai folyamatokról fogunk beszélni, hanem olyan nem várt fordulatokról is, mint az IL-20-as orosz gép lelövése a szíriai légvédelmi erők részéről. Nézzenek bennünket, nagyon fontos eseményekről fogunk beszélni, és nagyon izgalmas elemzéseket fogunk végrehajtani.